Allianz. Törődünk a mentális egészségeddel. Tehát amikor valaki tényleg segítségre szorul, és segíteni tudok, az egy teljesen másik ügy, mert az örömet okoz. De amikor valaki manipulál, akkor megfelelésből kezdem eladni azt a pluszt, amit már baromira nem kéne. És érzem azt, hogy ahelyett kimondanám azt a majdnem azt mondtam, azt a nagyon rohadt szót, ami nekem tényleg nagyon sokszor nehéz, a nem szócska elhagyná időben a számat, és nem pedig cicatalpakon, és mindig azt gondolom, hogyha olyan finoman szofisztikáltan közlöm, hogy nézd, tudod, hogyha még 63 kilót a vállamra laksz, akkor tudod, ezek a kis csontocskák úgy fogják ére, ahelyett azt mondanám, hogy nem. Ez miért ilyen nehéz neked, hanem honnan jön ez a nagyon erős megfelelés? Apa. Sziasztok, szeretettel köszöntelek titeket, óriási örömömre. Pokornilia színművésznő a vendégünk, szeretettel köszöntelek. Köszönöm a meghívást nagyon. De megkérdezem, hogy jól mondom el, hogy színművésznő, mert tudom, hogy valahogy a színészeknél ez egy ilyen kérdés, hogy nem, szabad-e ezt mondani. Én nem szeretem. Nem szeretem. Nem szeretem. Nekem ez olyan modoros, és én szeretem megtartani a közvetlenséget. Úgy általában így az életemben, de a nézőkkel is. És ez meg egy olyan távolság, tehát ebben van egy olyan elvárás, hogy tartsuk meg azt a távolságot, tehát egy olyan szobrot csinál az emberből, és én azt nem szeretem. A művész? A színművész. De valahogy a színművésznő az olyan, mint hogyha nem lenne otthon vécém, állandóan estélyi ruhába járnék, és mindent tökéletesen csinálnék az életben, de én ugyanolyan esendő és tökéletlen ember vagyok, mint bárki, és hogyha esetleg azon keresztül, amit én bejártam, akár a színpadon tudok erről mesélni, akár most ez alatt a beszélgetés van, valahogy egy picikét ezt a szobrot, amit a színművésznő titulus ad, azt lebonthatom, akkor azt hiszem, hogy valahogy őszintébbnek érzem. Érdekes az a fajta szerénység, az a fajta állandó ilyen zárójelbetevés, ahogy te sokszor fogalmazol magadról, és egyébként én azt hittem, hogy a színművésznőnél is ezért állunk meg egy pillanatra, hogy elhiszed-e, hogy tényleg teljes jogúnak érzed-e magad, mert aztán később azt nyilatkoztat, hogy már igen. De valahogy azért te mindig ilyen kételyekről beszélsz magaddal kapcsolatban. Ez ehhez kötődik, vagy szerinted ez ennek a művészetnek a lényege, hogy az embernek kételye van önmagával kapcsolatban? Szerintem kettő, tehát mind a kettő igaz. Tehát nyilván van egy hozott... Ez egy önbizalom kérdés nyilvánvalóan, hogy az ember mennyire hiszi el azt, hogy érvényes. Persze, ez minél több olyan dolgot tapasztalok meg saját magamból, a saját erőmről, vagy ismerem meg magam, annál inkább helyére kerülök, vagy nem tudom, tehát, mert én mindig azt gondolom, hogy ez egy út, vagy egy tanulás, vagy egy munka. De a másik az, hogy van egy egészséges kérdőjel bennem minden egyes munkánál, mert én nagyon veszélyesnek tartom azt. Mindig azt szoktam mondani, hogy aki azt érzi, hogy én már mindent tudok arról, amit csinálok, az hagyja abban, mert akkor már nincs mit megtanulnia. Hát, hogy kiég, nem? Vagy kiég, igen. Tehát, hogyha nincs ott az, hogy Úristen, van még bennem, hogy ott még van mit keresni, hogy biztos, hogy találok még valami újdonságot, és hogy a másik meg ez az alázat dolog az élettel is, mert egyszerűen azt érzem, hogy sokkal törékenyebbek a dolgok, mint ahogy,
mint ahogy az ember azt gondolja, hogy tehát nem az enyém, semmit nem érzek úgy, hogy az enyém, a tapasztalat az enyém. De azt nem gondolhatjuk komolyan, hogy valamit úgy stabilizáltunk, és akkor az feltétlenül úgy marad, hanem valahogy mindig azt gondolom, hogy újra kell felfedezni. És ez félre lenne is, mert itt nem arról van szó, hogy folyamatos alázatban élem az életemet, de mégis, vagy megalázkodásban élem az életemet, de van egy alázat, a tisztelete a saját határaimnak is, úgy, ahogy belevetem magam iszonyú erővel a dolgokban, mert közben meg ott belül érzem, hogy képes vagyok rá, tudom, de ott van mindig az a finom alázat is, hogy figyelem azt, hogy hol a vége. Érted? Tehát bennem ez a kettő egyensúlyban van, és ezért soha nem... Tehát van egy magabiztosságom is, ami stabil, hiszen annyi mindent megéltem már, és annyi mindenen. Tehát megtörtem már, fölépítettem újra megtörtem, megint föl, és ez ad egy elképesztő rugalmasságot az embernek. Közben pedig tudom, hogy hányszor az embert a padlóra küldheti az élet. Tehát, hogy nem az enyém. És ennek van egy elképesztő nyugalma is. Én ezt nem kétségbe ejtőnek látom. Mert erre is azt gondolom, hogyha az ember elfogadja azt, hogy amit az övének hisz, az bármikor elvehetik, akkor nem kell félni. Ez összefügg azzal, ami a gyerekkorodban volt, és aztán később is folytatódott ez a rengeteg költözés, amit említettél, de utána is valami elképesztő számot mondtál, tehát hogy 30-ig számoltad, igen, nem tudom, az alméleteket. Hú, mondom, azért ez kemény, de igen. Hogy egész gyerekkorodban költöztetek, igen. És aztán utána később is, ha jól értelmezem, így igen. Volt egy ilyen... A mostani otthonomban lakunk a legrasszabb, most 17 év. Hát ez azért sok. Igen. Mondjuk talán még Dömösön éltem 17 évig, illetve az volt a családi fészek, de én közben költözködtem mindenféle albérletbe. Igen, ez is egyfajta rugalmasság, hogy amikor az ember azt érzi, hogy végre akkor most letelepettünk, akkor most egy kicsit meg lehet nyugodni, de már ott lóg a levegőben az, hogy már a következő állomás az ott van, vagy lehet. Tehát az, hogy egyszerűen átadom magam ennek az egész helyzetnek, és tudom azt, hogy ez tart, ameddig tart, addig ebben lehet lubickolni, meg lehet átadni magam, meg élvezkedni benne, tanulni, nem tudom, de amikor vége lesz, akkor valahogy úgy fölkészíteni magam arra, hogy ezt el tudjam engedni, és nyitva legyek valami másra. De akkor így minden átmeneti, nem? Mert az jutott eszembe, mindenre így készülök, hogy majd vége lesz, vagy tudjam, hogy vége lehet, akkor olyan kiszenéti állapotban lennék. Tehát ha tudom, hogy kihúzhatják alólam a széket, akkor azért úgy ülök, hogy azért megtartsam magam, hogy ne essek a földre. Nincs ebben egy ilyen, hogy mindenben egy kicsit úgy átmenetileg ereszkedik bele az ember, de fél lábbal tudja, hogy már föl kell készülni a következő. Nekem kettős érzés, mert nem feltétlenül úgy élem ezt az... Tehát akkor még egy ideig el is hiszem, hogy ez akár bármeddig maradhat. De olyan érdekes, hogy én rengeteg dolgot csinálok egyszerre, vagy nagyon sok minden történik az életemben, tudom azt, hogy szinte törvényszerű lesz, hogy ez nem marad így. De most, amíg van, addig egy kicsit jó elhinni, vagy megmártozni abban, hogy ez most úgy van, és akkor... És ezt így, és ennek tényleg átadni magam, tehát nem a félelem van bennem, hogy elmúlik, és hogy ja Istenem, akkor most addig tartsam meg, amíg van, mert úgyis vége lesz, hanem inkább van bennem egy, tudod micsoda, egyszerre vagyok benne is, meg egyszerre látok rá is. Egyszerre
merítkezem, vagy élem meg azt, amiben vagyok, és egyszerre figyelem azt, hogy ez nagyon, nagyon érdekes, hogy nehéz megfogalmazni, mert inkább azt mondom, inkább úgy mondom, nem ragadok bele. Hogy nem ragadok bele, mert egyszerűen nem tudom, hogy az a sok-sok változás és változtatás az életemben olyan, mint egy tendencia. És különösen akkor én mindig a fejlődésben hiszek, vagy az önismeretben, és ez mindig feladatokon keresztül kapom. És mindig azt érzem, hogy engem az élet nem hagyott megnyugodni, tehát pihenők voltak, amikor úgy kicsit élveztem a munkám gyümölcsét, de aztán újabb és újabb feladatok jöttek. És nekem ez a kihívás, hogy ez az izgalmas az egészben, hogy akkor inkább úgy fogalmazom, igen, nekem olyan ez az egész, mint egy kalandtúra, és amíg, mint a hegymászásra, és akkor fölmászunk egy hegyre, és akkor egy-egy állomáson tök jó megpihenni, és milyen csodálatos az egész, és ezt úgy magamba szívni, és ebben így megmártózni, de aztán mászunk már tovább, mert ott még mindig vannak mindenféle csúcsok, meg hegyek. Tehát valahogy nekem ez motor is az életemben. De neked így a gyerekkorod, mint olyan, az milyen meghatározó élményekről szól, vagy mit hozol abból leginkább? Apukám nagyon szigorú volt. Anyukámnak pedig egy nagyon szigorú édesapja volt, és azt érzem, hát közben tényleg nagyon szeretem a szüleimet, tehát nekem is meg kellett értenem nyilván, hogy ők miből jöttek, vagy miből vannak, vagy miért úgy léteznek, vagy egyébként nemrég volt egy nagyon szép beszélgetésük, miközben apukám, elváltak a szüleim, de nagyon jobban vannak, és ha megyünk az apukámhoz, és akkor együtt gyomláltunk a kertben, és pont így kérdezgettem őket az ő gyerekkorukról, vagy hogy ők hogy élték meg, amikor mi gyerekek voltunk, és annyira csodálatos beszélgetés volt, hogy tényleg az édesapám is egy beszélt, hogy ő tényleg úgy élte meg, hogy ő ezzel a szigorúsággal ad. És emlékszem, mondta, hogy egyszer volt egy szülői értekezlet, ahol az egyik tanár, az osztályfőnök talán azt mondta, hogy ne legyen ilyen szigorú a gyerekekkel. És ő mondta, hogy hirtelen dühös lett, mert nem tudta azt, hogy mi mondjuk azt, hogy ő szigorú velünk, vagy a tanárok látják ezt. És ezért nem is hozta fel nekünk, mert hirtelen zavarba jött ettől a dologtól. De ő így látta, biztosítatnak azt, hogy belőlünk rendes ember lesz, nyilvánvalóan, van egy öcsém is. De ők csak felnőtt korodban váltak el egyébként? Én 18 voltam, igen. Igen. És de ez valóban nekem erős volt az ő szigorúsága. És valóban valószínű, hogy ettől úgy nagyon szerettem valahogy amennyire kiskoromtól kezdve, a 4 éves koromtól mindig mondtam, hogy színész leszek. Tehát valahogy nekem, ha már művészet vagy a színház, ez a kép, tehát mindig bennem van nagyon élesen, hogy kiskoromban a szüleim mesélnek mesét, de utána hallgatjuk a mesekazettákat, hogy tök jó, amikor a szüleim mesélnek, de hogy ezek, akik ezeken a kazettákon mesélnek, hogy a Rutka Éva, a Mensáros László, a Bánság Judit, Latinovizetei, ők kik, hogy ők valami olyat tudnak, tehát valószínű, hogy egyébként az is, hogy az a fajta szabadság, amit én ezekről a kazettákról hallottam, és mindig azt éreztem, hogy én is így szeretnék egyszer mesélni. Nekem az valami iszonyú szabadság élmény volt. És így meséltél? És mesélek is. Mert hogy már hát, mint a fiat már. Jaj, igen. Már úgy értem, mesélemezek, vagy mesélek. Igen, szóval ilyen hangos könyveken, igen. Igen. De a fiamnak nagyon sokat meséltem. Erre gondoltam? Nagyon sok. Hadd kérdezek egymást, ez most csak spontán jutott eszembe, mert... Ha jól tudom, édesapád szakács. Igen.
És hogy én láttalak téged abban a műsorban, ahol te főztél. Ez azért érdekes, mert én évek óta nem nézek tévét, és kezded el valahogy a főzős műsorok. Nem tudom, ezek engem szórakoztattak, lekötöttek, érdekesnek találtam, izgalmasnak az ott történő dolgokat. És azt pont láttam, azt az évadot, amiben te volt, de nem tudom, hogy miért nevettél. Nagyon kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy azért, amit én kérdezek. Szóval, hogy ott érdekes volt, de azért te ott, mint egy ilyen oroszlán úgy harcoltál, ugye? És hogy ez kapcsolódhat esetleg ehhez, hogy édesapád, tehát hogy biztos azért van ebben valami, nem, hogy vagy nem voltál ehhez közel, hogy édesapád felé is így ez egy... Nem tudom, értem. Esetleg egy teljesítmény volt, vagy ő miatta volt ez ilyen fontos? Nem. Érdekes, hogy nem. Aha. Szerintem ő nem is nézte. Ő nem bírja ezeket a műsorokat nézni. De ő megért is hozzá. Igen, de neki ez a verseny része, tehát neki a főzés nem erről szól, és nem, ő egyáltalán nem. Nem, ott az egy nagyon sokrétű dolog volt. Az egy teljesen egy nagyon nagy fáradtság. Ez biztos. Szóval tényleg nagyon kevés alvás, és nagyon... Tehát tényleg volt egy nagyon feszített tempó. A másik pedig én egy olyan típus ember vagyok, mint egy ilyen igavonó. Én embertelen sokáig végtelen türelemmel, úgy húzok a hátamon nagyon sok mindent, de is úgy finoman szoktam jelezni, hogy figyeljetek, van ez a szint, vagy úgy viszonylag magasan, amíg én, mint a vajas kenyér, és amit szeretnétek, hozom, viszem, és nem is figyelek oda a saját igényeimre. Tehát nagyon sokszor azt érzem, hogy sokkal fontosabbá válik a másik, a helyzet, az ügy, tehát minden. És akkor egyszer csak úgy, ezeket mindig olyan finoman szoktam jelezgetni, hogy közeledik az a pont, hogy így elveszítem a türelmemet, és nem szokták elhinni, mert hogy tényleg én így mindent a hátamra veszek és viszem, és akkor olyan minden átmenet nélkül egyszer csak átmegyek állatba. Na ez tulajdonképpen én nem akartam ezt szóba hozni, de az volt az érdekes benne, de egyébként pont ezért ennek a beszélgetés sorozatnak, hogyha megkérdezed, hogy az én vágyam mi volt, tekintve, hogy ez a szakmám, én nagyon, nagyon utálom a minősítést, nagyon utálom, amikor eldöntik, hogy egy ember milyen. Én azt szeretem mindig, hogy ismerjük meg azt az embert, és lássuk, hogy mit miért csinál, mert azt gondolom, hogy így a minősítése 99%-a kiesne. És én azt gondolom, hogy így sokkal jobban meg tudunk szeretni valakit, ha értjük, hogy milyen. És ugye az nyilván nem én vagyok az első, aki azt mondja, hogy ott látta az ember egy másik arcodat. Igen. Tehát, hogy ott egy ilyen érdekes dolog volt, hogy igen, valahogy te ezt a derűt, mindig mosolyog a szemed, meg hogy ilyen kis laza, meg tehát, hogy ahhoz képest igen, ha látsz egy ilyen pillanatot, hogy így elfogy a türelm, és erre voltam kíváncsi, hogy ez esetleg egy ilyen teljesítménykényszerről szólhatott. Én azt hittem, hogy esetleg édesapád felé, de akkor ez nem. De akkor ezt mondod, hogy terhelnek, nyugodtan mondod, és akkor ott pattan át, vagy az a meghatározó pillanat, amikor azt érzed, hogy túl terhelnek, vagy hogy nem figyelnek rád, vagy mitől billensz el? Igen, ez nagyon érdekes, hogy általában akár megfelelésnek nevezni, közben meg ennek van egy része, ami meg jól esik. Hogy tényleg azt érzem, hogy sokkal többet bírok el, mint az tehát átlagosan az emberek. Ebben a műsorban is nyilván egy csomó minden volt, ami nem a kamerák előtt történt, tehát sokkal több minden rakódott a vállamra, amit jó darabig bírok. És aztán néha, amikor úgy többet is rám akarnak tenni, mert azt látják, hogy tényleg ő elbírja, és akkor így elkezdem mondani, hogy figyeljetek, ez kell sok lenni, ez így nem fog menni, és ezt egy darabig nagyon szépen türelmesen elmondom, de mivel nem teszek bele érzelmet, csak egyszerűen észérvekkel megpróbál elmagyarázni nekem, ez miért nem fog működni, vagy miért lesz sok, és akkor eljön az a pillanat, amikor nem adagolódik bennem, tehát hogy
valahogy úgy kattan át egyik pillanatra a másikra, és nem az, hogy fokozatosan emelem a hangomat, hanem addig csak nagyon szépen finoman jelzem. De azt viszonylag sokáig mondogatom, hogy ez így nem lesz jó, és akkor egyszer csak úgy minden átmenet nélkül ugye elszakad a cérna. De akkor az a menet, hogy elegem van abból, hogy rám terhelitek, vagy elegem van abból, hogy nem értitek, vagy mi az, ami igazán? Hát én azt hiszem, hogy az elegem van abból, hogy nem értitek. Igen. Mert azt hiszem, még akkor is bírnám tovább, hogyha talán a megértéssel találkoznék. Igen. Azt hiszem, hogy nálam az próbálom közben lepörgetni a fejemet, mert nyilván van egy csomó dolog, amit nem mondhatok ki, persze, vagy nem mondhatom el, és akkor így nagyon nehéz fogalmazni, mert hogyha konkrét példákat persze. tudnék mondani, akkor érthetővé nem, vál. Én rád vagyok kíváncsi, igen, de igen, szerintem igen, a sztorikra, csak az, hogy például az jutott eszembe, hogy aki mondjuk színésznőként él, lehet, hogy azt érzi, hogy a művészetét értik, de például őt nem mindig. Tehát így értem, hogy lehet ennek egy olyan vonulata, ami nem csak itt ebben a műsorban van, hanem máshol is, hogy te úgy hozzászoktál esetleg ahhoz. Hogy... Tudod, mi jut eszembe erről? Az, hogy igen, én az esetek 80%-ában nagyon kedves vagyok, és ez nem okoz, tehát ez nekem nem megterhelő. Akkor kezd megterhelővé válni, amikor ez elvárás lesz, illetve valaki ebből energiát akar szedni. Tehát amikor nem termeli meg a sajátját, hanem azt látja, hogy jaj, neked annyi van, adjál még, és egy jó darabig adom is. Ezt akartam mondani. Tehát én benne vagyok, igen. Hát én ebben hogy a csodában, de azért mondom, hogy ez a megfelelés része, tehát van egy olyan része, ami nekem jó leső, amik tényleg boldogan adom, mert jön, tehát hogy nem tudom, hogy van. Aztán jön az, amikor egyszer csak valaki elkezd, én pontosan tudom, hogy kik azok a típusok, akik megnyomják a gombot, és így elkezdem adni nekik, de ebben van, tehát amikor valaki tényleg segítségre szorul, és segíteni tudok, az egy teljesen másik ügy, mert az örömet okoz. De amikor valaki manipulál, akkor megfelelésből kezdem eladni azt a pluszt, amit már baromira nem kéne. És érzem azt, hogy ahelyett kimondanám azt a, majdnem azt mondtam, azt a nagyon rohadt szót, ami nekem tényleg nagyon sokszor nehéz, a nem szócska elhagyná időben a számat, és nem pedig cicatalpakon, és mindig azt gondolom, hogyha olyan finoman szofisztikáltan közlöm, hogy nézd, tudod, hogyha még 63 kilót a vállamra laksz, akkor tudod, ezek a kis csontocskák úgy fogják ére. Ahelyett azt mondanám, hogy nem. Uh-huh. Ez miért ilyen nehéz neked, hanem honnan jön ez a nagyon erős megfelelés? Apa. Persze, igen, mert apukám úgy érezte, hogy nyilván, hogyha ő utat mutat, akkor tud minket biztonságban. Ha én erre nemet mondok, akkor ő attól kétségbe esik, mert akkor azt hiszi, hogy talán szétesik az életem, vagy nem úgy történik. Tehát ő például nem szerette, hogyha nemet mondunk. És ezért nagyon nehézé vált nekem. De tanulásban kellett megfelelni, vagy a házi munkában, vagy a külsődben? Tehát hogy mire vonatkozott leginkább a... az elvárás. Minden területén az életnek, azt hiszem. Neki van egy szabályrendszere, nagyon édes, mert mindig a következetességről beszél, de apa nem tud következetes lenni egyáltalán. Tehát ezért igazodni is nehéz az elvárásokhoz, mert egyszer így gondolta jónak, egyszer úgy gondolta jónak, és akkor tudod, hogy próbáltad úgy kitalálni, vagy ráérezni, hogy most melyik igazság lesz az. Igen, 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 igen. És ezért, tehát adott egy jó kis feladatot, mert ezzel lehet dolgozni. Tehát, hogy ez mindig nagyon,
izgalmasá teszi az életet, hogy, hogy egyszer csak, na, itt van megint egy szituáció, de, de tényleg annyit tudok, hogy ebben lehet fejlődni, és ez nagyon jó dolog. Hát az a kérdés, hogy te végül megfogalmaztad-e magadnak, hogy mi az elég jó? Tehát ebből azért így nehéz eljutni. Tehát végül is te elég jó lettél apádnak, akinek nagy elvárás? Igen. Igen. Mikor? Hogyan érted ezt el? Sok konfliktus, amikor elkezdtem neki nemeket mondani, és ebből volt olyan konfliktusunk is, amikor nagyon megbántottam. Úgy, hogy közben pontosan tudtam, hogy nem viselkedtem bántóan, csak azt mondtam, hogy nem. És ez gyönyörű volt, hogy hetek teltek el, és ez neki nagyon rosszul esett. És egyszer csak írt, hogy, hogy ő gondolkodott, és hogy ő valóban ő viselkedett bántóan. És mondtam, hogy figyelj, egyszerűen lenyűgöző, annyira csodálatos vagy, hogy te ezt le tudtad írni, apukám, hogy egyszerűen elmondhatatlan, és tudom, hogy milyen kőkemény lehetett ez a pár hét, és az, hogy te ezt megszüld, és hogy, hogy végtelenül szeretlek. És akkor ebből több ilyen kis konfliktusunk volt, és akkor ebben így szépen haladunk, és azt hiszem, hogy nagyon sok mindent elfogad abból, amit amikor én nemet mondok, vagy másképp gondolom, vagy néha érzem, hogy de, és akkor mindig így szépen úgy elmondom, megszeretgetem, és akkor úgy. Mi az, ami neki a legnehezebb veled kapcsolatban? Az a legnehezebb, hogy nincs elég időm, és ő sokkal többet szeretné, hogy kommunikáljunk, vagy hogy találkozunk, de főleg az, hogy én menni tudjak hozzá, vagy hogy beszélgetni tudjunk. És neked volt olyan meghatározó dolog, amiről lemondtál mondjuk életedben? Mások kedvére akár? Nagyon vagy... sokat mondok le mások mikre kedvére. Mikre gondoljunk ki? Főleg idő. Ja. Tehát a saját magamra fordított idő. Abból rengeteget. Tehát nagyon sokszor van az, hogy például pihenhetnék, és itt is nagyon keményen kell gyomlágatnom, mert itt is a megfelelés. Tehát olyan érdekes, hogy kétféle típusú ember van, aki nálam kiváltja azt, hogy nehéz nemet mondani. Az egyik a félelem, a másik a megfelelés. A félelmet sokkal könnyebb volt oldani. Azt például nagyon domináns emberek, hogyha azt mondták, hogy ez így lesz, akkor éreztem, hogy jön az a nyomás és szorítás, és nagyon nehéz volt megtanulnom kimondani. Most már így megelőzöm, mert így csípőből azt mondom, hogy nem. Tehát ha érzem, hogy nem, vagy időt kérek, amikor azt érzem, hogy várjanak, melyik része teljesíthető, mert most így zavarba jöttem, hogy egyszer csak dühös lettem attól, hogy te passzírozni akarsz, de valójában csak a stílussal van a problémám, vagy pedig, tehát ezeket így figyelgetem. A másik meg, amikor segíts, az nagyon nehéz. Mert amikor ránézek a naptáramra, és gyakorlatilag már nem nincs szabad óra, hanem így se hétvége semmi, és akkor így az van, hogy de könyörgöm, mert hát itt muszáj lenne, mert és fontos ügyek, tehát tényleg mindegyik fontos ügy. De nem lehet, hogy mindegyik fontos ügyet én csináljam meg. És akkor az van, hogy ezért ki kellett alakítanom egy nagyon szép rendszer. De hogy az élet közben meg azt nagyon gyönyörűen dobálta nekem ilyen lehetőségeket, hogy gyakoroljam a nemetmondást. Egy kicsit olyan, mintha magadról mondanál le a legtöbbször mások. Akkor igen. Igen. Viszont olyan gyönyörűen vívtam az elmúlt időkben a szabadságharcomat, és annyi mindent leraktam. Amikor azt vettem észre, hogy emberek így add ide azt, ami neked van, és így egy csomó ideget, hogy mit csinálok, álljak már le, és amikor azt mondtam, hogy figyeljetek, nekem ez nem jó, nem adnám. No, azt már nem. És akkor itt az volt olyan, aki azt mondta, hogy úristen, ezt csináltam, ne haragudj. Azzal az emberrel mai napig működik.
De mi billentett? Mi volt a felismerés pillanata? Mert egy ideig te ezt adtad, és hol volt ez a pont? Figyelj, azért nem véletlenül, tehát szerintem terápia nélkül nem lehet működni. Tehát nem véletlenül, én 20 éve folyamatosan olyan könyveket olvasok, terápiába járok, mert egyszerűen muszáj volt a saját működésemet feltérképezni, már csak azért is, mert szerintem magam miatt is felelősség, a gyerekem miatt is felelősség. Szóval, és ennél nagyobb kalandot, hogy az ember rájöjjön, hogy miből van, és miért úgy működik, és az, hogy ez letehető, meg ezen lehet változtatni, ez egyszerűen tényleg fantasztikus. Ez mikor volt ez az átbillenés, hogy már elkezdtél így nemeket mondani? Fokozatosan, nyilván apró-apró lépésekkel történt. Tehát azért én 20 éve foglalkozom így magammal, már 25. Az elmúlt 5-10 év volt a legesleg hatékonyabb. Tehát olyan tempóban kezdett el felszabadulni bennem valami. Bár a gyerekem is nagyon érdekes volt, egyszer segített, hogy ő nagyon jól mond nemet. Hogy emlékszem, fölhívtak egyszer egy újságíró, de akkor már tudom, egész nap telefon, még ide rohan, oda rohan, és ültem otthon, és fölhívott, jaj, egy riportot lehet, hogy adjak neki, a nem tudom, micsoda, és addig már eljutottam odáig, hogy elnézést, hogy tegyem le, 5 perc volt telefonálok, hogy legalább egy szusszanásnyi időt hagyjak magamnak, mielőtt igent mondok. Tehát akkor már legalább kifejlesztettem azt, hogy visszahívom, és így leültem, és a Misi hallgatt ezt a beszélgetést, és így ült, valamit evett így a konyhasztán, és csak odaszólt, hogy ugye tudod, hogyha neki igent mondasz, akkor rám mondasz nemet. Úristen, ez a mondat. Hát segít neked. Igen. Igen, hogy esetleg. Ez kemény. Igen. És ez annyira jó mondat volt, hogy tulajdonképpen, és ezt magamra is alkalmazhatom, ha neki igen mondok, rám mondok neked is nemet, és mindig azt mondom, hogy az emberek azt tartják önzőnek, aki ma ad magának. Aki saját magának képes adni, de nem ez az önzés, hanem az az önzés, amikor másiktól akarjuk elvenni, mert magunknak nem termeltük meg az energiát. Ez így van. De mégis van egy olyan szál, ami megmaradt benned, vagy legalábbis a tőled olvasható, látható monológokban benne van ez az önostorozás. Tehát valahogy az nem érzem, hogy itt teljesen abba hagytad volna. Nem, hát figyelj, azért az... Akár a produkciókkal igen. kapcsolatban, tehát a fellépések kapcsán, ugye mondtad, elég rossz arányt említettél egy helyen. Hogy... Igen, de várjál, azt azért, az teljesen más dolog, hogy én azt élem meg, azt nem gondolom, hogy rossz volt az aznapi előadás. Nem, de hogy te elégedetlen vagy magaddal. Azzal vagyok elégedetlen, hogy nem voltam jelen. Mert egyszerűen akkor nem okoz olyan örömet. De erre mondtál egy rossz arányt, hogy ez olyan sokszor igen. van, hogy ez 10-ből, nem tudom, 8-szor akár ezzel az érzéssel. Igen. Mert láttad, tudom, hogy most nem olyan szempontból, művészeti szempontból, vagy filmtörténeti szempontból, de a Fekete Hattyú, azt hiszem Fekete Hattyú a film címe. Uh-huh. Szóval azon a küzdelmen szerintem egy művész végig megy. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy annyira jó vagyok, hanem egyszerűen olyan bugyrokba kell belemenj, egyrészt, ami nem mindig jó érzés. Ha őszinte meg igazi akarsz lenni, olyan helyről kell kibányásznod bizonyos dolgokat, ami nem olyan magától értetődő, mert sebeket tépsz föl, meg emlékeket, meg szembesülni kell a saját hazugságaiddal, a kicsinyességeddel, a gyávaságoddal, a hazugságaiddal, a sok mindennel, amit nem mindig olyan jó látni. De én azért mondom, hogy nekem a színház terápia, mert ha ebbe az ember bátran belemegy, akkor az csodálatosan tisztít. És hogyha egy-egy este nem adom meg magamnak azt az élményt, mert elfoglal a felszín, hogy ebbe egy meg lehessen merítkezni, az nem adja magát valahogy olyan könnyen az elme. Hogy oda beengedjen. És hogy mondjam neked,
akkor inkább úgy mondom, hogy be tudok menni 60%-ra, 80%-ra, de a 100% az mondjuk 10-ből kétszer van meg. Megint ez a belül-kívül, nem? Igen. Tehát benne vagyok a pillanatban, igen, egy kicsit kívül maradok valahogy végig ezen. Igen. Megyünk. Az életeddel kapcsolatban hogy látod? Élet, benne vagy, vagy sodrolsz? Egyszerűen, de én totál megmerítkezem, tehát néha azt érzem, hogy teljesen így megmártózom mindenben. Sodródni inkább azt mondom, hogy hagyom magam vezetni, nem érzem magam sodródásnak, de a kívül vagyok, belül vagyok, ezt úgy képzeld el, vagy inkább úgy mondom, hogy a tudatos részem szereti figyelgetni a tudattalan vagy tudatalatti részemet. Ez a kívül-belül. Az sem jó, hogyha csak az egyik irányít, meg az sem jó, ha csak a másik irányít. Az egyik térképezi fel a másikat. Minél nagyobb mélységben, de ennek a kettőnek meg kell lenni ahhoz, hogy középen maradjak. Én ezt hívom kívül-belülnek. Tehát az egyik tart, a másik pedig pucolódik. És nekem valahogy e között kell maradnom. Volt már olyan szakasz az életemnek, amikor így elengedtem mondjuk ezt, de az fiatal koromban, amikor azt mondtam, hogy erezd el a hajam és legyen minden. Tök jó, igen, meg kipróbáltam, csak valahogy egyszerűen azt érzem, hogy mindennek van értelme. Tehát amikor egy nagy szenvedést megélek, egy veszteséget, egy elvesztést, egy csalódást, egy szerelmi bánatot, egy barátság eltörését, egy kiszolgáltatottságot, egy nem tudom, én mindig azt gondolom, hogy jó, egyszer csak mondhatod azt, hogy spirituálisan gondolkodom, hogy nem véletlen, de hogy azért nem véletlen, mert azért kapom azt a helyzetet, mert abban esélyem van letenni azokat a mintáimat, vagy föltérképezni saját magam abban a helyzetben. Az egyik részem az tökéletesen megmártózik, mert fáj, mert gyötrődöm, mert szétszakadok, mert élem annak a szépségét, a gyönyörét, a súlyát, a tehetetlenségét, és van egy részem, ami kívül van, és megérti azt, hogy miért fáj most ennyire, mert ragaszkodsz egy olyan dologhoz, amivel nincsen dolgod, mert te elképzeltél magadnak egy helyzetet, egy szituációt, és nem bírod elengedni, mert tele vagy félelemmel, mert azt érzed, hogy kapaszkodsz ebbe az asztalba, mert azt hiszed, ezt jelenti a biztonságot, és nem hiszed el, hogy a biztonság az itt van. Mitől félsz? Most miért? És én gyakorlatilag azért mondom, a kívül lévő részem beszélget azzal, aki totálisan benne van nyakig a helyzetben. A fájdalmak kapcsán egyébként mondtad, hogy egy fájdalmas élmény óta nem álmodsz, ez éveleje óta van? Az egy másik fájdalmas élmény, de ez is egy halállal kapcsolatos, igen, az egy 10 évvel ezelőtti veszteségélmény. A mostani is egy olyan veszteségélmény, ami valamint nagyon átalakított bennem. Babicsek Bernátról beszélünk. Igen, Bernát halála. Nagyon átalakított bennem. És ezt szégyen nem szégyen, de ő, most mindamellett, hogy iszonyú fájdalom az ő vesztesége, amit nyilván még a gyász folyamatban vagyok, és már mondhatom azt, hogy ez már a könnyebb része, de még mindig nem vagyok túl rajta, és de ez egy olyan, amit mégis adott nekem, sokkal, de sokkal inkább értékelem és szeretem az életet. Pedig én egy életigelő ember vagyok, és érdekes, hogy az ő halála döbbentett rá arra, hogy pontosan azokkal a dolgokkal, amivel akár saját magam bántom, hogy nem elég,
azzal pont, hogy nem szeretem eléggé magam, meg az életem. Hogy érdekes, hogy pont azt váltotta ki belőlem az ő halála, hogy Úristen, sokkal jobban kell tisztelnem az esetleges hibáimat is. Mert nem véletlenül vannak velem azok a hibák. Egyrészt abból táplálkozom, akár színészként is, vagy emberként is valahogy. Marha unalmas lenne az élet, ha ezek nem lennének, ezen azt gondolom. De érdekes, hogy Bernát halála pont azt adta nekem. Pont valószínűleg azért, hogy az élet olyan törékeny, amiről beszélek is, hogy nem tudtad, hiszen aznap este még együtt játszottunk, és együtt előszilvesztereztünk, és még beszéltünk éjjel-fél egykor telefonon, hogy az ember fogalma nincs, hogy mikor veszik el tőle azt, amiről azt gondolja, hogy ez akár így marad örökre. És ez nem egy olyan felkészülés, amiben állandóan félni kell, csak tudni kell, azért felkészültnek lenni, hogy ne úgy érje az embert váratlanul, hogy ne tudjon felállni belőle. És a 10 évvel ezelőtti haláleset, ami azért az, hogy az álmok megszűnnek, vagy hogy nem emlékszel, azért az egy nagyon intenzív fájdalomhoz igen. kapcsolat. Tehát az, amikor még abban is védjük magunkat, hogy igen. azt ne üzenjen kvázi igen. nekünk, az családtag volt, nem tudom, szerelem. Hogy... Szerelem. Igen. Aha. Tudom, hogy a magánéletről nem beszélsz egyébként, meg nem is akarnám itt a beszélgetés vége felé ezt firtatni, mert úgy mélységesen egyetértek vele. Tehát azt gondolom, hogy azt mindenki saját maga érzi, hogy mennyit képes elviselni. Nagyszerű dolog, amikor valaki megoszt abból valamit, hogy visel például egy fájdalmat, hogy visel el egy válást, mit él meg egy, nem tudom, veszteségnél, mert abból lehet meríteni, de egy párkapcsolatügyről, vagy bármi olyan szituációról, amiben minimum 2 ember van, mélységesen egyetértek azzal, amit te szoktál mondani, hogy azzal sem tudsz azonosulni, hogy egyoldalúlag kiad a te szubjektív dolgaidat. Azért szoktam általánosságban mondjuk beszélni arról, hogy nekem egy szakítás milyen, de az, hogy egy bizonyos párkapcsolatnak miért lett vége, úgy, hogy a másik nem egyezett bele, vagy ő nem tudja elmondani adott pillanatban a másik oldal, ezt így nem tartom korrektnek, igen. De ott említetted, amikor ezt sok helyen firtatták meg nyilván, mivel ismert ember a gyermeked édesapja, akkor nyilván hát ezen szerettek volna sokat, ugye Csányi Sándorról beszél, szerettek volna ezen csámcsogni, hogy említetted, hogy a bántó kritikák, kommentek, nem tudom mi, hogy nem akarod beengedni, volt olyan, ami így fájt neked? Nem csak ennek kapcsán, úgy általában. Nem, úgy általában a te pályádon, hogy mások véleménye, bántása, kritikája nagyon megkarcolt téged? Én nagyon elkényeztetett helyzetben vagyok, mert tényleg nagyon ritka a negatív kritika. És akkor azt is figyelembe kell vennem, hogy volt, amelyik akár egy előadás kapcsán teljesen jogos volt. Tehát, hogy éreztem, hogy nem tudom, mit csinál igazabban. Volt olyan is, amelyikre azt éreztem, hogy ez szintiszta gonoszság. Tehát, hogy nem látom benne az építő jelleget, egyszerűen ezzel nem tudok mit csinálni, ez fáj, de hát inkább a stílus fáj, vagy hogy erre mi volt szükség, de hát ezt cipelje ő, most ezzel nem tudok mit csinálni. De valóban kritikaérzékeny vagyok, mert tényleg úgy működöm kicsit, mint a szivacs, hogy jót, rosszat, hát nem véletlenül tudom a színpadon is átadni, meg kifejezni, mert ezeket beengedem. De hála Istennek azért már azt pontosan tudom, hogy ez melyik részemet találtam, miért találtam, most ez miért történik velem, és hogyha nincs vele dolgom, ezt most már így ki tudom pöckölni. Most van előtted egyébként nagy döntés?
Nagy választás, válaszút. Inkább azt mondom, hogy benne vagyok, igen. Ez most nem úgy döntés, hogy hirtelen elém állt az, hogy erre vagy arra, hanem inkább egy átalakulás. És én is figyelgetem, mert nagyon különös a folyamat, és nem tudom, hogy hová visz. Azért mondom, kicsit most olyan vezettetve vagyok, és itt ilyenkor nem akarok kapkodni semmiben, hanem figyelgetem. Egészen egyszerűen azt érzem, hogy talán nem csak a színház az én dolgom az életben, és van egy része, amit úgy megtartok, mert azt hiszem, hogy azon keresztül tudok beszélni olyan dolgokról, amit valóban megéltem, átéltem, és fontosnak tartom, hogy azon a nyelven keresztül el tudjam mondani másoknak, vagy át tudjam adni. Akármilyen érdekes a liaison, amiben Bernáttal dolgoztunk együtt, hogy miről szólt a halála előtt, és miről szól most. És hogy ezt iszonyú fontosnak tartom, hogy az embereknek akár a gyásszal kapcsolatban is olyan kevés eszköze van, hogy az hogy lehet megélni, vagy hogy lehet végigmenni ezen az úton. És azért is fontos szerintem, hogy lehet utána úgy talpra állni, hogy ki kell oda állni, és nekem sem volt egyszerű, hogy egyszer csak nem Bernát ül ott, és akármennyire imádom Kémindi Tamást, az első próbákon azt hittem, hogy belehalok, hogy ezt nem fogom tudni végigcsinálni, hogy működik, hogy ezzel mégiscsak az ember ott áll, mert sokkal fontosabbnak tartottam, tehát, hogy én még bekapaszkodtam bele mondjuk egy ilyen elengedésnél, hogy ezen keresztül magamat is gyógyítom, mert a Bernát így velünk van, a saját tapasztalataimat is meg tudom osztani, tehát az is erőt ad, hogy mások merítenek belőle, az is, hogy Bernátnak így emléket állítok, meg az, hogy egy csomó minden most, aki látta úgy, aki látja így, hogy érzi, érezheti a saját bőrén az én tapasztalatomon keresztül, és nem tudom, hogy vagy erőt ad, vagy nem tudom, és ez nekem is erőt ad. De várj, a kérdésed elejét elfelejtettem. Ja, változást. Igen, és van egy része az életemnek, hogy most egyszer csak például a Centrál Színházban is azt mondtam, hogy most én elmennék egy kicsit szabadúszni, mert nem szeretnék újat próbálni. Tehát azok, amik vannak, vannak, de néha azon gondolkodom, hogy tudnék-e írni. Mondjuk a liaisonnak is a felét én írtam meg. Soha az életemben nem tudtam írni. Tehát az iskolai fogalmazásom, épp hogy így kettessel átlökdöstek a táborból, nagyjából azt írtam, hogy sziasztok, jó a kaja, süt a nap, majd jövök. Tehát én de soha nem értettem azt, éreztem azt, hogy az íráson keresztül én bármit megfogalmaznék, és most van bennem egy ilyen valami motoszkál, és nem, még nem öltött teljesen formát, és így figyelgetem azt, hogy mi az, ami valami új dolog szeretne ott kialakulni, és még nem tudom, nem látom még a formáját, tehát se nevet nem tudok adni, semmit. Szomorú vagy, miközben most erről beszélsz? Nem. Miért érzem ezt? Hogy szomorú? Igen. Lehet, hogy azt érzed, hogy hiszen valami elmúlt bennem. Nem teljesen, csak abban a formában. Nem, ettől nem szomorú vagyok. Inkább azt mondom neked, hogy egy ilyen különös senki földjén állok. Ami nem rossz érzés, de nem is közömbös, mert közben van bennem egy izgatottság attól, hogy inkább van egy olyan furcsa, várakozó figyelem. És egyébként ami még van, az pedig az, hogy nagyon
sokat szeretek egyedül lenni. Mert nagyon érik benne valami, és ez kell az egyedül létem. Hogy ezt se gondoltam volna sokáig az életem, hogy például egyedül lenni, ezt mindig olyan ijesztőnek tartottam. Vagy a magány. És nekem képzeld, ez a szó most ilyen, olyan, mintha innék valami nagyon finom nektárt. És lehet, hogy így jobban figyelsz most magad. Igen, abszolút. Ezeket a beszélgetéseket úgy szoktam lezárni, hogy mondok egy szubjektív érzést. Jó. Megengeded? Igen. Hogy neked is odaadjam? Igen. Bár elképesztően rákapcsolódtál az érzésemre a végén, itt a Senki földjével, az nagyon megérintett engem, mert ahhoz nagyon kapcsolódik az én érzésem, amit most megéltem. Valahogy az volt a legerősebb, hogy te egész életedben mégis mindig mindent elvesztettél valamilyen szempontból. Tehát, hogy ez lehet az otthonod, tehát, hogy egy adott lakó, egy adott közösség, fantasztikusan rugalmas lettél tőle, de mégis mindig felkészültél a vesztességre, hogy valamit ott kell hagyni. És ezért állandóan új célok felé mentél, és azt érzem, hogy egy picit talán eltávolodtál magadtól, ugye ez a kívül belül, ez a látom magam, meg belül is vagyok, és hogy hányszor tudom csak ott megélni a pillanatot. És pont arra gondoltam, hogy nem lehet, direkt nem akartam bánni egyedül, vagy nem, hogy talán az segíthet, hogy most nincs ilyen, hogy valaki más, a fiad elég nagy fiú, már nem tudom, talán most megadatik az a pillanat, hogy végre úgy tényleg megismerkedj. Igen, lehet. Magaddal és a vágyaiddal, és én azt kívánom neked szívből, hogy a Senki földjéről érkezz meg végre valahova, és hogy nagyon mély gyökereket tudjál ereszteni, és úgy tudj sokat adni, hogy közben téged is táplál valami. De drágom, nagyon. Köszönöm. Nagyon megtisztelő, hogy eljöttél és elmondtad. Köszönöm. Allianz. Törődünk a mentális egészségeddel.